Az élvonalbeli Diósgyőr második csapata számára is fontos volt a mérkőzés, amit jelzett, hogy a vendégek több A-csoportban is szereplő játékossal érkeztek a találkozóra. A sérült Farkasinszky Orsolyát és Fekete Dórát továbbra is nélkülöző hazaiak az első két negyedben nem tudtak ellépni ellenfelüktől, 10 perc játék után döntetlen volt az állás, fél időben pedig egy ponttal állt jobban az NKS. A harmadik negyedet 7 ponttal nyerte a végül 22 egységig jutó Pál Vivian által vezérelt házigazda, és mivel az előnyből 4 pont még a végső dudaszó pillanatában is megvolt, újabb győzelemnek örülhetett Farkasinszky Gyuláné együttese. Annyira határozottan és összeszedetten játszottak a lányok, és olyan jól tudtuk semlegesíteni ezeket a játékosokat. Megmondom őszintén, hogy magam is meglepődtem azon, hogy egy zóna védekezéssel, tehát az 1-2-2 zónánk az annyira maximálisan jól működött, annyira jól dolgoztak védekezésben, hogy egyszerűen sikerült a kinti dobásokat megakadályozni, és bent palánk alatt pedig ugye a kis Angelikát, azt becsapdázva sikerült úgy sem lehet, hogy 13 pontot tudott dobni egész mérkőzésen, és én azt hiszem, hogy ez volt mindenféleképpen ennek a mérkőzésnek a kulcsa, meg az, hogy hát a Vivian egy extrát kosárlabdázott, a Pál Vivian, aki ugye szerintem, nem tudom, itt az utóbbi időben talán a legtöbb pontot dobta ezen a mérkőzésen. A nyíregyházi kosársulira vasárnap újabb fontos mérkőzés vár, mivel a közvetlen rivális Kecskemét otthonában lépnek pályára Pál Vivianék. De a Kecskemét az nem arról híres, hogy ők egy ilyen nyugis, békés kosárlabdát játszanának, ott azért fel kell arra készülni, hogy ott kőköve nem marad, de mi is erre készülünk, tehát ezen a héten csak is ilyen jellegű edzéseket tartunk, hogy szokják a játékosok, hogy itt bármi lehet, és ugye a játékvezetés is ugye Bajáról jön két játékvezető, aki szintén nem fogja szétfújni a mérkőzést, tehát most itt azt fog nyerni, aki az adott kapokból jobban fog tudni kijönni. Az amatőr NB1 tabellájának élén a TFSE áll 19 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 18-2-es mutatóval rendelkező csatadíjasét. Az 5 győzelem mellett 14 vereséget szenvedő nyíregyházi kosársuli a 11. a 3-17-tel álló Kecskemét pedig a 12. helyen várja vasárnapi mérkőzést.